tartják 2023. október 25-én szerdán. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Református Egyházközség nyári programjai. Őszi bál, nyugdíjas találkozó. Az elmúlt időszakban a Mezőtúri Református Egyházközség több programmal is készült az érdeklődők számára. A nyár folyamán két tábor került megszervezésre, amely mind a gyerekek, mind a felnőttek számára jelentett kikapcsolódást. A részletekről Mihalináné Lipták Judit lelkész nyilatkozott. Mit tudhatunk az elmúlt időszakról? Hogyan alakult? Hát a nyári időszakban kettő nagyobb megmozdulásunk volt, kettő táborunk volt. Az egyik a hittantáborunk. A hittantábor az már hát tulajdonképpen akár két évtizedre visszamenőleg hagyomány a gyülekezetbe, és nagyon szeretik a gyerekek. Mindig más helyszínre megyünk, körülbelül egy ilyen 50-60 fő gyerkőccel, és itt a korosztály elég szórt, mert akár negyedik osztálytól, hát még egyetemisták is szívesen eljönnek velünk. És ezen a nyáron Pécsre mentünk, ez egy új helyszín volt, Pécsen még nem jártunk, a Református Kollégium fogadott be bennünket. Mindig van a tábornak egy vezérgondolat, egy témája. Ezen a nyáron most az volt, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezt egy nagyon fontos témának gondoltuk, hogy a gyermekek végig gondolják azt, hogy amellett, hogy milyen családban élnek, van egy mennyei atyuk is, aki őrzi őket, és vigyáz rájuk, és gondoskodik róluk. A táboron áldás volt, nagyon értették a gyerekek, az ének, a közös éneklések, a közös játékok mindig nagy élményt nyújtanak. Idén egy imasétát is beletettünk a nagyobbaknak, ez új volt. És én nagyon, vagyis úgy éreztük a szolgáló csapattal, hogy ezek a gyerekek egyre közelebb és közelebb kerülnek ezáltal Istenhez. És megtapasztalnak itt ezekben a táborokban valami olyan közösségi élményt, hogy jó Isten közelében lenni, megszeretik az éneklést. Nagyon érdekes élmény volt a visszaérkezve a táborból, ahogyan indult a tanév, és ugye azokban az osztályokban, ahol a gyerekek voltak, akkor kérték, hogy akkor énekeljünk úgy, mint ott. Tehát, hogy innen látszott, hogy nekik az úgy mélyen lement ez a közös éneklés élménye. Csoportokban dolgoztunk velük, korosztályonként fiú, lány csoportokban, hogy jobban tudjanak beszélni és megnyílni, illetve délutánonként mindig kirándulunk. Tehát azon a környéken, ahol vagyunk, különböző látnivalókat nézzünk meg, kalandparkba mentünk el, a Dómot néztük meg, a belváros néztük meg, tehát hogy azért van benne ilyen program is. A másik táborunk pedig, ami tulajdonképpen valahol, valamilyen értelemben a hittantáborból nőtte ki magát, az a gyülekezeti felnőtt több generációs táborunk, és ez pedig úgy indult, hogy pár évvel ezelőtt a felnőttek közül felajánlották, hogy egy-egy napra a hittantáborba lejönnek meglátogatni a gyerekeket. De igazából ez ilyen kirándulás volt nekik is, meg egy kicsit olyan kíváncsiság, vagy olyan bekapcsolódás a mi táborunkban. Mindig hoztak kis ajándékot, de így megkívánták ezt a táborérzést, meg a feelinget, ami ott van, és így felvetették, hogy hát ők is, őket nem visszük el, ők is olyan szívesen eljönnének egy-egy ilyen táborba. És akkor innen jött az ötlet pár évvel ezelőtt, illetve más gyülekezetekben működik ez a családos, több generációs tábor, hogy akkor próbálkozzunk meg egy ilyennel is. És idén másodszorra hirdettük meg a gyülekezeti tábort. Mátraházán voltunk, 34 fővel, ahol tényleg megvalósult az, hogy az idősebb korosztály is megjelent, és az egészen fiatal korosztály is. Nagyon mély volt ez a tábor is. Itt is nyilván ebben a táborban is mindig van egy
igei üzenet, egy lelki üzenet, tanítjuk őket, ugye itt már több felnőtt van az Isten kapcsolatukról, és ugyanúgy csoportokban beszélgetünk velük, közös imádságra van lehetőség, ugyanígy volt imasétára lehetőség, és nekik is délután kirándulást szerveztünk. Nyilván felnőttként az idősebbek miatt is több szabadidőt adtunk nekik, de esténként volt például közös játék, vagy egy filmklub. Ennek a gyülekezeti tábornak a záró alkalma pedig egy közös úrvacsorás istentisztelet volt. A visszajelzések alapján nagyon szerették ezt a tábort, és a elkövetkező években is tervben van a hittantábor szervezése. Jövő nyáron Kemencére megyünk, a Kőrúzsa panzióba. Már most megtelt a létszám a hittantáborunkba. A gyülekezeti tábort pedig úgy döntöttük, hogy Erdélybe kivisszük, Székely-Szentkirályon leszünk a Sziklakert panzióban, és már most ez a jövő évi tábor létszáma meghaladta az idei tábor. Tehát, hogy áldás van ezeken a táborokon, azt látjuk, és azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Úgyhogy a nyár igazából ezeknek az alkalmaknak az ideje. És akkor az, ami itt szeptemberben nekünk most a gyülekezetben újdonság, nem indítottunk tulajdonképpen most újabb csoportot olyan értelemben, hogy ami kifele nyitott, tehát gondolok itt gyászcsoportra, vagy keresztkérdések csoportra, hogy az előző években volt erre példa, de most azért nem, mert most egy misszió és tanítvány képző csoportot indítottunk, így a gyülekezeten belül Tanúim lesztek nevet viseli. Ez a csoport októbertől májusig megy, minden héten, elég intenzív, és ennek az a célja, hogy így a gyülekezeten belül azok, akik elhívást kaptak erre, akkor ez ebben tulajdonképpen úgy képződjenek, vagy együtt úgy képződjünk, hogy ők magukra is rálássanak, és rálássanak arra a feladatra, hogy őket mire hívja Krisztus itt ebben a gyülekezetben, a családjukban, a munkahelyükön, ebben a városban. Ez egy nagyon intenzív csoport, készülni kell rá, sokat kell vele kapcsolatban olvasni, és hát sokat imádkozunk érte, és bízunk abban, hogy ez is egy olyan eszköz, amin keresztül Isten tud bennünket növelni, és tud vezetni bennünket azon az úton, hogy hogyan tudunk áldássá lenni, mint gyülekezet, mint közösség itt ebben a városban. Hallók irodalmi klubja idén is megszervezte őszi báját, amelyen a városban működő klubok, illetve vidékről érkező vendégek vettek részt. A programon hagyományokhoz híven versekkel, különböző előadásokkal készültek. Az esemény részleteiről Rojkó Istvánné klubvezető nyilatkozott. Október 20-án itt a Közösségi Ház Júrta termébe őszi bál elnevezésen nyugdíjas találkozóra került sor. Mit tudhatunk a mai napról? Hát a mai nap ennek a báli rendezvényünknek őszi bál nevet adtunk. Minden évben, vagyis hát már 16 éve, ilyenkor ősszel, novemberben szoktunk Katalin bálat rendezni, de már most úgy gondoltuk, hogy ezt már most letesszük. És most ilyen őszi bál nevet adtunk, meg előbbre is hoztuk. Az időjárás miatt, mert ugyanis novemberben már egy kicsit macerásabb az időjárás is, és úgy gondoltuk, hogy talán ez az időpont jobb lesz erre is, mert szívesebben, könnyebben kimozdulunk otthonról, mert nincs még az a zibankósabb idő, és na most ez a mai rendezvényünk lényegében a barátságról szól. Tehát azért is, hát vannak vidéki vendégeink is, szép számmal. Kik vesznek részt? Ugye említette az előbb, hogy vannak vidéki vendégek, de kik vesznek még részt így a mai eseményen? Hát a mai eseményen elsősorban ugye a vidékieket említeném, hogy Budapestről, Békéscsabáról, Szolnokról, Kisújszállásról,
két borról, és a helyi klubokból is vannak szép számmal, tehát ez már ilyen régi kapcsolat ezekkel a klubokkal lényegében, úgyhogy, és olyan jó találkozni egymással, mert meg, hát persze természetesen csak úgy, hogyha ugye egymás rendezvényeit oda-vissza látogatjuk, mert ez csak úgy működik. Hogyan érzik magukat egy ilyen találkozó alkalmával? Ilyenkor nagyon jól érezzük magunkat, mert ugye van, akivel csak ilyenkor találkozunk, amikor így összejövünk, és akkor jaj, de jó, hogy látlak, és akkor olyan örömmel fogadjuk egymást, öleléssel, mindennel, meg jókat beszélgetünk, tehát ez egy feltöltődés. Olyan jó feltöltődés mindannyiunknak, nekünk is, a mi klubtagjainknak is, meg a vendégeknek is, mert örömmel fogadjuk őket, és ők is örömmel jönnek hozzánk, és én úgy gondolom, hogy ez még nekünk jár, ez még nekünk kell, és hiányzik. Na most volt ugye egy időszak, a COVID időszak, amikor ugye ez nem volt lehetséges, hogy bármi rendezvényt tartsunk. És akkor, amikor már újra kezdett az lenni, hogy na most már kezdhetünk bármi rendezvényt, akkor olyan jó érzést töltött el mindenkit, hogy na végre már, hogy tudunk találkozni. Tehát ez számunkra, időseknek nagyon fontos, ez a találkozás. Mert nem tudjuk, hogy a következő alkalommal tudunk-e még találkozni, leszünk-e még. Mert bizony egyre idősebbek a nem csak a mi tagjaink, a saját tagjaink, hanem a más kluboknak a tagjaink is. Bizony mindenki felett nagyon-nagyon-nagyon elterjednek az évek, és egyre nehezebben jövünk fiatalok, meg azok még nem igazán jönnek. Azok még úgy érzik, hogy még ők nem tartoznak ebbe a... Pedig hát fiatalokat is szívesen fogadnánk. Hogyan alakul a mai nap programja? A mai nap programja úgy alakul, hogy én köszöntöm a vendégeket, ezt követően a Kék ne felejtsd dalkör ad nekünk egy dalcsokrot, hát egy-két vers is el fog hangzani, és a budapesti vendégeink, hát azok meg ilyen csodálatos műsort fognak nekünk adni, én nagyon szeretjük őket, és a vendégeink, akik jelent szoktak lenni, amikor ők itt vannak, a budapestiek, és műsort adnak nekünk, akkor mindenki ámulattal nézik, hogy olyan csodálatos műsort tudnak adni. Tehát ennyi lesz a műsorunk, ezt követően pedig, mivel Batyus bárra is, tehát nem csak őszi bál, hanem Batyus bál. Így ugye nem ebédeltetés van, hanem síros kegyeret rakunk az asztalra, meg hát ugye egy kis egyéb dolgokat, és ezt követően pedig mindenki, amit hoz magával, a kis batyuját kibontja, és akkor ez az ebédünk. Tehát, és a legfontosabb az, hogy érezzük jól magunkat, hiszen azért jövünk össze. És a zenészünk is, ugye, a megszokott zenészünk, mert hát évtized, több mint egy évtizede ők a zenészünk, tehát Szapos Margó Oroszné, ő zenél nekünk, szeretjük, mert olyan egyszerű ember ő is, mint mi, és ő is elfogadja ezeket az idős embereket, és tudja, hogy mit kell játszani az idős embereknek, és ez fontos. Nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!